Tisztelendő paptestvérek, kispapok, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Azon a hajnalon az asszonyoknak Jézus sírjához közeledve a legnagyobb kérdés azt jelentette, ki fogja elhengeríteni a nehéz követ Jézus sírjától. Mert a nehéz kő az egyszerre egy fizikai erőpróbát is jelent, és van annak még egy szimbolikus jelentése is. Milán Kundera, cseh író, egy filozófikus regényében azt írja, ha kővel borítjuk le a sírt, azt fejezzük ki, hogy nem akarjuk, hogy visszatérjen a halott. A halott számára a súlyos kő azt jelenti, maradj, ahol vagy. Filozófikus, de van benne valami igazi emberi mélység. Az asszonyok nem élőre számítottak. Ők megelégedtek volna, és az lett volna a természetes, ha halott testet találnak, akinek utólag a zsidó szertartások szerint megadják a végtisztességet. A döbbenet óriási volt, és egy nagy fordulatot hozott az életükben. És az a pillanat egyszeri volt, és ugyanakkor időtlenné is lett, mert a történelemben ugyanez megismétlődik. Nagyon sokan szeretnék azt, hogyha Jézus Krisztus halott lenne. Emlékszünk azokra az időkre még, amikor azt is merték állítani, hogy nem is élt. Később már, hogy élt, de hát egy hős volt, aki elbukott. Aztán az istenségét teljesen kétségbe vonták. Ebből lett számos eretnekség. És nagyon sok elméletét adták annak, hogy miként lehetett, hogy föltámadt mégis Jézus, valószínűleg tetszhalott volt, apostolai elrabolták, és így tovább. És az istensége, amely együtt volt emberségével, jelenti a mai világnak is a gondot. 19. században világgá kiáltotta Nietzsche, az Isten meghalt. Mi öltük meg őt? Hát akkor hogy lehet az, hogy valaki az Isten fiának mondja magát és él? A nagy világvallásoknak is szemeszúr ez. A zsidóság úgy van vele, hogy a keresztények hite. Az iszlám, bár a jámborabbak közül prófétának mondják Jézust, de mert a keresztények Isten fiának vallják, halljuk, látjuk, tapasztaljuk, hogy ezrek halnak meg ezért a hitért, a fundamentalista iszlám gyilkolása miatt. Jézus sokak számára nem Isten fia, nem él, hanem csak halott. Megtörténhet az is, hogy a mi szívünkben is meghal Jézus Krisztus. Elmondjuk a hiszek egyet. Fölmondjuk a katekizmusból Jézusra vonatkoztatott hitigazságokat, de nem biztos, hogy mindig párosul ez élő hittel. Ugyanis, hogyha nem hiszük a föltámadást és Krisztus föltámadását, akkor ez ezt jelenti. És akkor, mint Szent Pál mondja, hiába való a mi hitünk. Az okok sokfélék lehetnek, hogy a szívünkön is ott van a nagy kő, és
nem fogadjuk el Jézus igazi élő voltát. A bűn, ami esetleg megáltalkodottsággá lesz, szinte vonja maga után az Isten tagadását. Hiszen ha van és létezik Isten, föltámadt az Isten fia, akkor nekünk el kell számolni az életünkkel. Ennek egyik megoldása, hogy valaki tagadja azt, hogy van örök élet. A háború végén egy náci tiszt mondta, remélem nincs Isten, mert akkor nekünk jaj lesz. De ezt elmondhatták volna a másik oldalon is, és el is mondták. A bűn kioltja az Isten hitet az emberben. Aztán az is megnehezíti, hogyha valaki elhagyja az egyház közösségét. Tamás esete azért példát mutat erre. Nem volt ott a többi között, amikor Jézus föltámadt, és ezért nem is hitt. Később kezdett el hinni, mikor visszatért a többi közé. Hiszen az egyház, amelyik megőrzi tagjaiban ezt a hitet, aki elhagyja egyházát, az fokozatosan elveszíti hitét. Magyarországon is már nagyon sokan vannak távol-keletről jött misszionáriusok, Indonéziából, de még Indiából is, papok is, nővérek is. És csodálkoznak azon, hogy az európai ember benne, a magyar ember is elmegy a keleti vallások irányába, azt mondja, mi ezt ismerjük, az nem adhat megoldást az embernek. Azért mennek el a buddhizmusba, hinduizmusba, lélekvándorlásba, mi egyébbe, mert nem ismerik keresztény hitüket. Ha ismernék maga mélységébe, akkor nem kellene neki keleti meditáció, hiszen a kereszténység Jézus nyomán évezredek óta elmékedik és meditál. És semmi nem kellene olyan, ami ellenkezik a mi keresztény hitünkkel. Aztán kiolthatja a túlságos jólét is, a szekularizáció. Mert abban a világban minden csak a földre összpontosul, és már csak egyetlen bűn marad, a korrupció, mert annak a hátterében ott van a materializmus. Korruptak voltak? Elsikkasztották a milliárdokat? A milyenkét sikkasztották el? Mert egy másik földrészen lakó emberekét sikkasztották volna, el azt mondták volna, ezek ügyesek. De miután a milyenkét lopták el, ezért súlyos bűnt követtek el. De már csak ez az egyetlen bűn maradt a durva materializmus következtébe, és ebben nem fér bele az Isten hit. Nem fér bele az a nagy lelkűség, amit Jézus Krisztus tanított. És az emberek önzővé lesznek a jólétben. Önzővé, és az önzés kikapcsolja Isten és mások felé vezető utat. Szóval utána elhagyja az ember az imádságot, ami kapcsolatot teremt Istennel, és a lelke kiszárad, mert az imádság a lélek lélegzetvétele. Az ember nem vesz levegőt, előbb-utóbb megfullad. Az Isten nélküli kapcsolat, nélküliség a lelki megfulladást hozza az ember számára. És aztán a nagy megpróbáltatás is sokszor az embert elfordítja, és az Isten számára halottá válik, ahogy a nagy jólét is előidézheti. Szinte minden nap megemlékeznek a 100 évvel ezelőtti első világháborús hőstettekről hallhatjuk.
ilyen őrmester, olyan főhadnagy, ilyen vitézségi rend, és így tovább, amit kapott. De ne felejtsük el, akkor tört el a kereszténységnek európai gerince az első világháborúba. Amikor egymás ellen harcoltak keresztények és istenhívő emberek. Az első világháború költője Gyóni Géza, evangélikus lelkész fia volt, őt is megkísértette a mérhetetlen pusztulás az istentelenséggel és a halál utáni nihillel, és az egyik versében ezt írja: te már mindent tudsz, halott katona, vagy talán jobb, tudod már a semmit. Szemed nem bántja bűn és babona, füledbe örök csend szüremlik. Látta, hogy ezrek halnak meg, van Isten, jóságos az Isten, miért engedi ezt az Isten? És aztán rájött a rabkórházba, hogy nem az Istent kell okolni, hanem az embert. És vérével fölírta a falra: térjetek meg és szeressetek, mert mindent elnyel a hőség, egyedül Istené a dicsőség. Nagy dolog, hogyha valaki a megpróbáltatások ellenére is meri azt mondani, hogy nem Isten akarja, csak megengedi, és az Isten kiment engem a megpróbáltatásból, ahogy Szent Fiát kimentette. Jézus Krisztus, mint isteni személy, nem halt meg. Az Isten nem halhat meg, de emberségében meghalt. És embersége föltámadt vagy föltámasztották. Ha saját isteni személyére gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy föltámadt. Hogyha az Atyával és a Szentlélekkel hozzuk kapcsolatba, akkor azt mondjuk, hogy föltámasztották az emberségét. És Szent Pál azt írja a rómaiakhoz írt levélben, hogy a Szentlélek föltámasztotta Krisztust. A Szentlélek föl tudja támasztani az embert lelkében, hogy újra szülessen, hogy hinni tudjon. Ezért mondja Szent Pál apostol a kolosszei híveknek, hogy ti, akik föltámadtatok, keressétek az odafönt valókat. De hiszen azok a hívek éltek, csak hogy keresztény hitre tértek, és ezáltal lelkükben föltámadtak. És a föltámadt lelkületű embernek más lesz az élet célja, más lesz az értékrendszere, és végül is az igazi öröme. Ezért azok az asszonyok, akik elmentek Jézus sírjához, üresen találták a sírt, törvényszerű, hogy megrémültek. De aztán a rémületből az angyal a föltámadt Krisztusra fordította a figyelmüket. Hát mi is rémülünk sokszor, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, kezdve a klímaváltozástól, a történelmi eseményektől, az egyre bonyolultabb technikai civilizációtól, ami talán okosabbá, de nem jobbá teszi az embereket, nem tudjuk. Vannak bennünk félelmek, de az angyal nekünk is mondja: ne féljetek, ne csüggedjetek, az Úr előttetek megy Galileába, abba az ország részbe, ahol a zsidók szerint pogányok éltek. Az Úr oda ment, hogy találkozzék tanítványaival, és hogy majd onnét nekik és későbbi utódaiknak küldetést adjon. Legyőzve a csüggedtséget, legyőzve az elkeseredettséget, nem félve, annak az örömével, hogy Krisztus föltámadt. Ez a mi örömünk is. Ne csüggedjünk, ne féljünk. Miért?
mert a sír üres, és Krisztus föltámadt. Amen.